Kedves szurkolók, beszéljünk kicsit Manga Laciról. Manga Laci egy maszkot. A maszkotnak az a feladata, hogy szerencsét hozzon, nem több és nem kevesebb. Manga Laci egy bohókás figura, aki néha fel kell, hogy vidítson bennünket, de semmiképpen sem az, akivel azonosulni kellene. Sem a szurkolóknak, sem a csapatnak. Hogyan jutottunk Manga Lacihoz? Volt egy pályázat, amelyben kértük az ötleteket, és az egyik ilyen ötlet volt a vaddisznó. Ezt tovább gondoltuk, és eljutottunk a Manga Licához. A Manga Lici egy érdekes faj. 1991-ben kipusztulásra volt ítélve. Pusztán 54 darab volt ebben a régióban. Azelőtt régen őshonos volt. De a Manga Lica túlélte a kipusztulás veszélyét, és ma a legerősebb hungarikum. Mit jelent ez? Hogy az egész világon szinte ismerik ezt a nevet, ismerik ezt a fajt, és jelképe annak, ami Közép-Európában ugye nagyon gyakran előfordul, hogy a vesztes föl tud állni. Az elmúlt hetekben gyakran felmerült az a nézet, hogy nekünk arra kell figyelni, mit fognak róla mondani az ellenfelek. Hát ha mi arra figyeltünk volna, amit az ellenfelek mondanak rólunk, vagy gondolnak rólunk, akkor valószínűleg nem itt tartanánk. Mi azért vagyunk erősek, mert tudunk önmagunkba erőt meríteni, és ez adja a mi sikerünknek az egyik legnagyobb titkát, hogy erősek vagyunk belülről. Tehát amikor a Manga Licára gondoltunk, akkor gondoltunk arra, hogy ez egy szerencsés faj, mert ugye túlélte a kipusztulást. Meg reméljük azt, hogy szerencsét hoz nekünk. És reméljük azt, hogy egy kedves kis figurává válik, úgyhogy most már ne beszéljünk a Manga Licáról, hanem beszéljünk Manga Laciról. A mi elképzelésünk az, hogy beszeretném mutatni Manga Lacit. Manga Lacit és az ő történetét. Az elkövetkező néhány hétben több sztorit szeretnénk elmesélni róla, hogy megismerjük őt, és remélem, hogy megszeressük őt. Addig Manga Laci nem megy be a stadionba. De néhány hét múlva lesz egy szavazás, ahol a szurkolók fogják eldönteni, akarnak-e egy ilyen szerencsehozó figurát, vagy nem akarnak, és mi elfogadjuk ennek a szavazásnak eredményét. Hát akkor beszéljünk Manga Laciról.